az őszi rózsa, az őszi kert elengedhetetlen virága. A krizantémhoz hasonlóan kicsit alulértékelt virág, mivel nyáron zöld, de ilyenkor, amikor beindul, bármilyen ágyást fel tud dobni nekünk. Nem elég, hogy meg annyi szín közül tudunk választani, hanem még méretben is van köztük különbség az egyes fajták esetén, így lehet az egészen törpéket sziklakertbe ültetni, mehet az év előágyás elejébe is, az ilyen nagyobb fajtákat pedig akár az ágyás közepébe is beültethetjük, hiszen egy pompás színfolt lesz nekünk bárhol, csak rá kell nézni. Amikor azt gondolnánk, hogy már elvirágzott, ezeket az elszáradt virágfejeket szépen le tudjuk csípni, a tövében jönnek az új bimbók, így hosszú időn keresztül tud nekünk virágozni, és hogyha néha kitakarítjuk, akkor mindig szép egységes képet fog alkotni. Az aszterek kiváló nyárvégi, őszi díszei lehetnek a kertben, hiszen augusztustól októberig virágoznak, és igazi lepkecsalogatók. Napos, enyhén félárnyékos helyre ültessük, árnyékba semmiképpen, mert keveset vagy egyáltalán nem fog virágozni, esetleg ki is pusztulhat az őszi rózsánk. Évelő növény vízigénye közepes, illetve inkább alacsonynak mondható. És ami nagyon jó benne, hogy ősszel tőosztással könnyedén szaporítható az őszi rózsa. Bőséges virágzásával az őszi kert egyik meghatározó eleme lehet nálunk. Lehet akár szegény növényként is használni kerti utak mentén, de napos helyen dézsában is jól tartható. Javasolt a szárak többszöri visszacsípése, mely elő fogja segíteni a bokrosodást, a szárak ritkításával elkerülhető a lombozat befülledése, ezáltal a betegségek kialakulásának az esélye is csökkenthető. Aszterek, azaz őszi rózsák széles választékával vár titeket a gardencentrum.hu, keressétek a webshopban őket, és vigyetek szint ősszel is a kertbe!